A 125 éves magyar testgyakorlók körének bulián ott volt a miniszterelnök is Gedeon Libával, a Kabala figurával az oldalán, az MTK pedig fellélegeszett, mert a kormány kifizeti hat budapesti sportklub adósságait, amelyekből a kékfehéreknél 700 millió a BSE átvételekor öröklődött, valamint felújítják a Hidegkúti stadiont, és indul a nagy elődről elkeresztelt Brühl Alfred Akadémia 15 sportákban. Az utód, most a mostani elnök Dajs Tamás, most a stúdióban jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, És uh, Tamás, kezdjük ott, hogyha létezik olyan, hogy egy örök rangsor, hogy a legsikeresebb magyar sportklub, akkor, akkor lehet-e valamilyen mutatók alapján számolni azt, hogy az MTK-ben a rangsorban hol helyezkedik el? Hát az újkori olimpiai játékokon szerzett érmek, aranyérmek lehet, száma alapján a negyedik helyen vagyunk, tehát az egészen különleges, vagy az, az ami a magyar sport egészen különlegesen nagy erőt megmutatja, hogy ezzel az eredménnyel, amivel egyébként mondjuk olyan, olyan egyáltalán nem elhanyagolható sportbeli teljesítménye rendelkező országot, mint Brazília, amelyik jövőre a labdarúgó világbajnokságot majd mostantól számítva három év múlva olimpiát rendez, Brazíliánál az MTK több olimpiai arra szerzett, és még ezzel a Brazíliát verő MTK-s eredménnyel sem tudunk a magyar egyesületi rangsorban a dobogóra kerülni, hozzáteszem miatt nem szomorúak vagyunk, vagy nem a sárga irítség az, ami minket eltölt, hanem igyekszünk magunkat összeszedni, hogy erre a képzeletbeli dobogóra egy-két olimpia múlva fel tudjunk majd kapaszkodni. Helyezem, hogyha Garami Józsi bácsi fia is megvernék Brazíliát, az milyen jó lenne, futballban hát, hogyha na? hogyha bármilyen magyar labdarúgó alakulat, bármilyen számításba jövő brazil labdarúgó alakulatot egy hivatalos mérkőzésen megverne, az azt gondolom mind a kettőnknek öröm lenne. Nagyon nagy. Azt mondd meg, hogy most a BSE beolvasztásával hány szakosztályt működtettek, és lesz-e, terveztek-e még további bővülést, mert hogy a bővülés az már egy idő óta neked a stratégiát. 2010 májusában érte a hogy az MTK elnökévé választottak, azóta pontosan 10 új szakosztályt hoztunk létre, megkímélem a kedves nézőket, hogy most mind a tizet felsoroljam, vannak köztük olyanok, amelyek teljesen új sportágak, ritmikus gimnasztika, karate, amik soha nem volt az MTK-ban korábban, és vannak szép számmal olyan szakosztályok, amelyek 5 éve, 10 éve, 20 éve már nem működtek az MTK-ban, mondjuk például a férfi és női kosárlabda, vagy éppenséggel egy korong, amelyeket 3-4 év után indultunk újra. Tervezünk még mindenféleképpen új szakosztályt, néven is nevezem, mert sem meglepetés nem lesz benne. Képtelenségnek látom, hogy az MTK-nak ne legyen úszó szakosztálya, és nem azért, mert most a 2021-es egyébként a magyar sport számára fantasztikus lehetőséget jelentő vizes világbajnokságot elnyertük már, mint a rendezés jogát, hanem azért, mert egy, mert egy ilyen múltú, ilyen sportkínálattal bíró klubban kell, hogy legyen a két alapsportág egyikének mondott úszás, helyesen alapsportágnak mondják, atlétikai szakosztályunk van, ez is az újraindított szakosztályok között szerepel úszó szakosztályt. Úszó szakosztály, az dukál úszoda is? Saját eh. úszoda? Most kormányzati támogatással egy elég jelentős úszodaépítési építési program indul el. Én azt gondolom, hogy észre kell ezeket a létesítményfejlesztéseket végrehajtani. Az előttünk álló években olyan mértékben fog a vízfelület bővülni, borzalmas ez a kifejezés, de hát sportszakemberek ezt használják, használjuk most mi is ezt, hogy megépülő, már, már létező, vagy épülő úszodákban fogunk természetesen, mint ahogy az Egyesületek döntő többsége bérelni. Én és nektek is kell majd ehhez olyan ö, nagy ágyút, ö, mint egy húzónevet igazolni, mint ahogy ezt tette Újpest, ö, tették Újpesten gyúrtájékkal, vagy tették a vasas szakosztályfelállításnál hosszú hosszukat inkább? Tervezzük mi elsősorban olyan. olyan csiszolatlan gyémántnak mondható, már korosztályos európai vagy világbajnokságon a, az oroszlán körmeit megmutató sportolóra gondoltunk, akinek egy tovább lépési lehetőség az, hogy egy, egy ilyen nagymúltú, hát erre most hadd mondjam valóban. Vagy ír, írd jobban körül, és akkor mindjárt rájövünk. Ezt sincsen, majd mindennek eljön a maga ideje. azt mondanak, hogy hány sportolója van majd összesen? Bocsánat, Igen? csak annyira belemelegettem a tíz új szakosztályba, most már a 20 is meghaladja a szakosztályaink száma, és a 25 -t is a sportágak száma, hiszen mondjuk a, a jeges szakosztályunkban több sportág, műkörcsőj, a műkörcsője, a a rövidpályás gyorskocsója is szerepel. Nagyjából most értünk el arra a, a szintre, ahol már ön cél lenne a tovább lépés, nem tervezünk motorsport szakosztályt, meg nem sértve ezt a sportágat, vagy más technikai sportágat. Úszás és akkor van. bezárult a kör. Nagyjából. E, igen. hány sportoló összesen? E, 1100 és 1200 között van az utánpótláskorú sportolók száma, és a 300-at haladja meg a felnőtt igazolt versenyzőinknek a, a létszáma. 1988-ban, nem tévedés a látum, akkor ünnepelte a centenáriumát az MTK, 1700 igazolt sportolója van. Ma, legyünk szerények, biztos, hogy több mint 1300. Az 1988-as állapothoz képest a magyar sportban az igazolt sportolóknak a száma, az a harmadára csökkent. Ehhez képest az MTK-nál, ha elvégezzük ezt a összehasonlítást, akkor jelen állapot szerint ez a, ez a, ez a létszámcsökkenés alig éri el a 20%-ot, köszönhetően annak, hogy valahol az igazolt sportolói létszámunk az 1988-as szintnek a felénél volt, és bővültünk az elmúlt három, három és fél évben, azt gondolom valahol az 1500 és 2000 között minimum kell, hogy legyen az előttünk álló fejlesztési programoknak köszönhetően az MTK igazolt sportolói létszáma. Szándékodban áll-e a stabilizáció után, mert hogy most ugye lesz egy nagyarányú fővárosi klub adósságkonszolidáció és stabilizáció, szóval, hogy ezután visszahívja olyan sportolókat, illetve edzőket, akik tartozások meg nehéz helyzet miatt elhagyták az MTK-t az elmúlt években. Nem, az volt eddig is a stratégiánk, és a jövőben is az a stratégiánk, hogy az MTK valamennyi sportákban, ahol erre módja és lehetősége van, most szinte mindegyikben meg lesz a módja és lehetősége, ugyanazt a, az utat járja, mint a labdarúgásban. Mi elsősorban a nálunk sportolni kezdő, vagy fiatalon nálunk sportolni kezdő, ami mi utánpótlás akadémiánkban, kiképzett, és aztán korosztályos, majd felnőtt versenyzőként is a magyar válogatásban. A saját nevelés. Eljut, a saját Ezt? nevelés. Mert hiszünk a klubhűségben, hiszünk abban, hogy az MTK ez egy létező élő közösség, aki ott volt több mint 400 ember ezen a születésnapi rendezvényen, ez meg is tapasztalhatta, hogy ez egy, ez egy jó hangulatú, egymással odafigyelő, egymással sors közösséget megélő embereknek a, a, közössége. Most természetesen a világon nagy és sikeres sportegyesület nincsen, amelyik azt mondja, hogy kérem szépen én, hát felnőtt sportolót nem igazolok, ha valaki, bármilyen oknál fogva, egy másik sportklubban úgy érzi, hogy, hogy, neki, neki lépnie kell, és ahova lépni akar az MTK, az MTK-ban volt máshova igazolt és most szeretne ide visszaigazolni, természetesen ha meg tudunk állapodni, mi, mi nyitottak vagyunk, de fogalmazzunk úgy, hogy nem stratégiánk most egy ilyen sztárhalászat, hogy nézzünk körbe a magyar sportpiacon és nézzük meg azokat a sportolókat, akik már holnap vagy holnap után olimpiai pontokat tudnak az MTK-nak szállítani, nem is lenne szerintem egy korrekt lépés, másrészt én tényleg hiszek abban, hiszen itt ezen az ünnepi rendezvényen is az összes élő olimpiai bajnokunknak, amikor az elismeréseket átadtuk, akkor, akkor ma már az MTK-ban sportoló 10-15 év közötti fiatal tehetségeink segítettek a diátadásban, mindannyian 22-en, de ez csak azért volt 22-en, mert egy segítség az, ami ott el elkélt, lehetek volna 42-en vagy 62-en is, mindannyian abszolút, hogy mondjam, a tarisznyájukba hordozzák a marsalbotot, Bármelyikük lehet, aztán majd olyan sportoló, hogy mondjuk az MTK 150. Uh -huh. születésnapján 25 év múlva már őket díjazzák, már az ő teljesítményüket ismerik el, mert Olimpián, EB-n újabb érmeket szereztek. Ugrok, foci, tudsz -e mondani egy konkrét időpontot, amikor elkészül a felújítás, és egy vadi vagy legalábbis hát olyan komfortossá tett stadionba fut ki a csapat? Én nagyon remélem, hogy ez a 2015-16-os bajnok idén kezdete, tehát 2015 nyara, a Magyar Labdarúgó Szövetség komoly lehetőséget kap a, a kormányzati döntésekben konkrétan nem dedikált összes első és másodosztályú stadion felújítására. Ez a program jövőre indul, jövőre mintegy 12-13 milliárd forint áll rendelkezésre, ennek több mint a duplája 2015-ben is még. A tiédek mennyire kerülni? Erre vonatkozólag az MLS-nek van egy szakmai javaslata, a végső döntést hogy kik kerülnek be az első ütembe, és melyik stadionra mennyit fordít majd az MLS, azt a kormány fogja meghozni. Korrekt módon nem akart az MLS. -t. Arról kaptunk tájékoztatást, hogy ebben az ő javaslatukban, ebben az első körben vagyunk, de hogy mekkora összeggel, erről majd a döntéshozó a kormány meghozott határozata után tudnak tájékoztatást adni. Hozzáteszem, sokszor kérdezik meg, hogy akkor, akkor most itt. Csányúrral folytatott nyilvános polémia, az, az, az érintélye az MTK és az MLS szakmai munkáját nem nagyon korrekt, és nagyon segítőkész az MLS minden olyan kérdésben, ahol, ahol az MTK-val mint egy meghatározó magyar labdarúgóklubbal kell együttműködnie. Tehát semmilyen nem volt, hogy Vitter húszárok hátrébb az agarakkal, hanem az első körben vagytok a javaslat szerint. A, a, a végén hagyd kérdezzem meg, hogy, hogy az, hogy a főváros egyesületeket most megsegíti a kormány, és konszolidálja ezt az tömeget. ez szerinted véget vethet annak az elmúlt években tapasztalt korszaknak, amit mondhatnék a sírás korszakának is, és nem elítélőleg. Tehát, hogy a vidéken jól mennek a dolgok, vidéken erősödnek a csapatok, vidéken van pénz és összefogás, a fővárosi kluboknál meg ugye hanyatlás, lát, kézilabda, kosárlabda, vízipóló. Szóval, hogy ez megfordult ez a folyamat szerinted? Egyrészt én úgy gondolom, hogy az országban egy általános sportfejlesztési program van, ebbe illeszkedik be most az Egyesületek Fejlesztési Programja. Nem ér véget ez a program ennél a hat egyesületnél. Kettő, engem mindig bosszantott az élet minden területén a sírdogálás. Nem sírdogálni kell, hanem dolgozni bármilyen nehézek vagy nagyok a problémák, azokat igyekezni kell e, e, megoldani. Harmadrészt optimista ember vagyok, de nem hiszem, hogy egyszer és mindenkorra ez a sírdogálás ez megszűnne. Én látom, hogy az élet olyan területein, ahol aztán a minden korábbinál jobb lehetőségeket kapnak meg az érintettek, ennek se tudnak tiszta szívből örülni, hanem azt mondják, hogy jó, jó, hát ez nagyon jó, de az MTK, amikor nehéz helyzetben volt, akkor se sírt, most, hogy nem, hogy nem vagyunk nehéz helyzetben, hanem megkaptuk azt a lehetőséget, amivel építkezni tudunk, most végképp nem leszünk azoknak a részesei, akik ezt a mondatot, a milyen helyzetben is vagytok, az igen, de kezdjük. Mi azt mondtuk ideig, hogy vannak problémáink, és megoldjuk. Ma azt mondjuk, hogy olyan lehetőséget kaptunk, amire, amire valóban legszebb álmaikban se, vagy talán csak ott gondoltunk, úgyhogy innentől kezdve nekünk kell sáfárkodnunk, és jól sáfárkodnunk a lehetőségeinkkel hiszem, hogy az elmúlt 125 évben mindig, amikor megvoltak a lehetőségeink, jó ezekkel, ez most is sikerülni fog. Talán, hát akkor jó munkát az MTK-nak meg nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.